A védőokiratokkal rendelkező zsidók számára külön házakat jelöltek ki, amelyek egyfajta diplomáciai védettséggel rendelkeztek. Több mint 70 ház svájci védettség alá került. Többek között a mai helyszín is, ahol most jelen vagyunk, a Pozsonyi út 54. Ám teljes körű garancia a házban lakók védelmére még a védett házakban sem volt soha. Bármikor számolni kellett azzal, hogy a védettséget tovább már nem tisztelik, és olyan emberek deportálására is sor kerülhetett, akik védőokmányokkal rendelkeztek. Karl Lutz személyesen is kiállt az ilyen emberek védelmében, hisz volt rá példa, hogy a védett házaknál személyesen vette őket védelmébe. Karl Lutz tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy több mint 62 000 ember megmenekülhetett. Ma, 70 évvel az események után, együtt emlékezünk meg a német és a magyar nácik áldozatairól, és a túlélőkkel és azok leszármazottaival együtt adjuk meg a tiszteletet az olyan embereknek, mint amilyen Karl Lutz is, akik bátorságukkal kiérdemelték a nagyra becsülésünket.